Sok szeretettel köszöntöm a Padlás feljáró nézőit újabb epizódunkban. Ugye közeleg a karácsony, így én is szeretnék segíteni pár ötlettel. Első alkalommal egy karácsonyi ajtódíszt fogunk készíteni, méghozzá gombokból, gombok segítségével. Mutatom, hogy mi kell hozzá. Az ajtódíszhez kell mindenek előtt egy kartonlap, erre teszünk majd filcet, kell sok-sok gomb, amivel majd díszítjük az ajtódíszünket, karácsonyi karácsonyfa díszek, amit szintén rá tudunk ragasztani, kell egy sablon alap, egy egyszerű papírlap megfelel, körzővel vágunk belőle majd egy kört, körző segítségével, kell nekünk egy ragasztópisztoly, egy szalag, amivel felakasztjuk, és persze egy olló. Első lépésként a körző segítségével készítünk egy sablont, méghozzá egy koncentrikus kört, hogy egy rendes koszorú formánk legyen. Először egy nagy kört rajzolunk. És utána pedig egy kisebbet. Persze attól függ, hogy milyen vastag koszorút szeretnénk csinálni, és ez befolyásolja az alapanyag mennyisége is természetesen. Úgyhogy én egy ilyen közepes méretet gondoltam ki. Elkészült a kis karikánk. Persze, aki bátrabb, az rögtön a kartonlemezre is rajzolhatja a köröket, de én még előtte gondoltam, hogy elrendezgetem rajta a gombjaimat. Biztos, ami biztos, még ilyenkor még lehet változtatni. Ha meggyőzöttünk arról, hogy megfelelő méretű a sablonunk, tehát be tudjuk teríteni bőven díszítőanyagokkal, gombokkal, karácsonyfadíszekkel, akkor a sablon segítségével kivághatjuk a kartonból a megfelelő kis karikánkat, és aztán majd beborítjuk filccel. Jó, és akkor kivágjuk a kartonból a sablon. Ez egy jó vastag karton, úgyhogy meg kell vele dolgozni, de minél vastagabb, talán annál szilárdabb is lesz az ajtódísz, úgyhogy megéri a fáradtságot. Ezt a kisebb kört már nehéz kivágni ilyen nagy ollóval, úgyhogy leszaladok egy kisebb ollóért. Meg is van, úgyhogy folytathatom a vágást. Ahol maradt még egy kis fölösleg, azt még kiegyengetjük. Elkészült a kartonsablon, úgyhogy most kezdhetjük a sablon rajzolást a filc anyagra. Így elfér egymás mellett a kettő, úgyhogy így a legkevesebb az anyagveszteségünk. De berajzolásnál azért kalkuláljunk úgy, hogy kell, hogy egy pici fölösleges anyag maradjon az oldalára, tehát hogy a papír oldalát is elfedje a filc. Úgyhogy itt ezt a részt ki lehet vágni, úgy, ahogy a sablon mutatja, viszont itt érdemes egy picike anyagot hagyni, hogy be tudjuk vele fedni az oldalát. Miután berajzoltuk a sablon alapján a kis karikákat, kivágjuk őket. Most ebben az esetben a belső karikát nem vágjuk teljesen ki, hanem csak ilyen kis szeletkéket vágunk bele, hogy itt se látszódjon majd a kartonpapír, tehát behajtjuk majd a kis fülecskéket, és akkor szépen eltakarjuk
a papírt vele. Mielőtt elkezdjük fölvágni ezt a kis belső karikát, fontos, hogy bedugjuk a ragasztópisztolyt, mert most már lassan ragasztanunk kell. Tehát ahogy most fölvágtuk ezeket a kis körcikkeket, bár lehet, hogy apróbbra érdemesebb, rápróbáljuk mindjárt a kartonlapra. Megfelelően bevagdostuk ezeket a kis körcikkeket, úgyhogy amint fölmelegszik a pisztoly, elkezdhetjük ragasztani, de addig is nekilátunk a következő, a hátoldalának a kivágásához. És akkor most arra figyeljünk, hogy azért egy pici, ahol lehet, ott hagyjunk rajta egy picike kis sávot kívül, amivel majd eltakarjuk a papír oldalát. Jó, jöhet a belső karika, ezt az oldalt ezt kivághatjuk, mert ugye a másiknak a kis kör cikkeit el kell majd vele takarnunk. Így. Most a fölösleges anyagot pakoljuk el, és akkor nekiállhatunk a ragasztásnak. Ragasztópisztolyunk már beindult, úgyhogy először a kartonlapra kenünk egy kis ragasztót. És akkor ráhelyezzük azt a verziót, aminek itt a kis körcikkeit vágtuk ki. Ahol esetleg nem jutott, ahova nem jutott elég ragasztó, oda még nyomjunk egy picit, hogy szépen oda ragadjon minden oldala. És akkor most jöhetnek a kis körcikkek, azokat hajtogassuk hátra, és ragasszuk oda a hátoldalhoz. Jó, megvan az utolsó fülecske is, úgyhogy most jöhet a hátoldala. Azt is szépen rá kell igazítani, és aztán ráragasztjuk. Tehát már így is elég mutatós. Direkt nagyobbra hagytam ezt a külső karikát, úgyhogy érdemes először fölragasztani, és akkor utána, miután már rajta van fixen, utána körbevágni és levágni a felesleges részt, ami nem kell már ide oldalra. És akkor szépen fokozatosan egy picike ragasztót ide teszünk az oldalához, hogy ami oda tapad, akkor az eltakarja ezt a barna kartonpapírt. A ragasztás végére értünk, úgyhogy most itt a fölösleges darabokat azért vágjuk le, és aztán kezdhetjük rápakolni a gombokat, díszeket. Az a
praktikusabb, hogyha először elhelyezgetjük a díszeket, akár csak az elején tettük, és akkor utána ragaszgatunk. Nekem három szívecském van, úgyhogy elhelyezem őket először is, mert ez a legdominánsabb az egész koszorún, vagy ajtódíszen. Van három nagy piros gombom is, sok-sok hópihém, úgyhogy először ezeket teszem rá, és utána az apróbb darabkákat. Még mielőtt ráragasztanám a domináns darabokat, rákötözöm a kis akasztóját, hogy ne utólag legyen rajta a díszekem. Na, lássuk. Elkészült a kis akasztója, vagy a kis felső masnia, ezt persze utólag még változtathatunk rajta, hogy milyen, attól függően, hogy milyen kis szögre akasztjuk föl, úgyhogy most kezdődhet tényleg a ragasztás. Elsőként a szívecskét teszem föl ide az akasztóra, úgyhogy mehet is a pisztoly. Jól oda nyomjuk, hogy megfogja. Jó. Esetleg még a filcre is nyomunk, hogy ne csak az akasztó fog tartsa ezt a szívecskét. Jó. És akkor jöhet a következő két szívecske. És akkor most jöhetnek a gombok, illetve a hópihék. Miután elhelyeztem a nagyobb dolgokat, a nagyobb díszeket, jöhetnek az apróbb, pici, piros, fehér, átlátszó gombok. Ez mindenkinek ízlés kérdése, hogy milyen sorrendben és hova fogja őket tenni. Elkészültünk, helyére került az utolsó gomb is. Mutatom, mit alkottam. Szerintem mindenki kedvet kap ehhez, mert nagyon aranyos és nagyon egyszerű megcsinálni, és tényleg csak pár alapanyagra van szükség, és tényleg nagyon mutatós lesz az ajtókon. Sok sikert hozzá!